Kovács Margit lakodalmas kályháját szeretném bemutatni. Azért érdekes ez a kályha most számunkra, mert a 2019-ben újra rendezett Kovács Margit kiállításban ez az egyetlen darab, ami nem mozdult. A többi műtárgyat, a sok és nehéz műtárgyat, mint új helyre varázsolt, viszont ez a kályha itt maradt. Úgyhogy induljunk el a kályhától. Mindenek előtt szeretnék egy 1938-ban készült Kovács Margit kályháról beszélni. Ezt az első országos magyar iparművészeti tárlatra készítette Kovács Margit 1938-ban, viszont utána kikerült 1939-ben a milánói triennáléra, és ott megvásárolták, úgyhogy csupán ennyit tudunk a kályháról, amit erről az archív felvételről lehet látni, illetve egy-két újságcikk híradása az, ami segít nekünk. Idézek is egyet. Kovács Margit kályhája az egyik legszebb magyar iparművészeti remekmű, és bizonyosan hírnevet szerez majd nem csak kiváló alkotójának, hanem a magyar művészetnek is. A kályha színes kerámia téglája a magyar mondavilág és történelem jeleneteit örökítik meg a művész színes, dús fantáziáján keresztül, elragadóan naiv elképzelésben. Ahogy említettem, azonban ezt a kályhát ma már nem lehet megnézni. A kályha egy késő gót reneszánsz kályha tulajdonképpen, és hogyha megnézzük a lakodalmas kályhákat, akkor itt is valami hasonló dolgot látunk, ugye egy pártházatos kályháról van szó, szőlőtevő madarakat láthatunk a tetején, és ugyanúgy különböző jelenetekkel, illetve geometrikus stilizált virágokkal díszített kályháról van szó, csupán egyetlen egy jelenet van, ami két cserpére is kiterjed, a többi mind különálló. Ez a kályha 1953-ban készült, a Nemzeti Szalonban nyílt Kovács Margit gyűjteményes kiállításra. Egy kicsit talán ezt a régi kályha stílust idézte fel Kovács Margit, egy olyan korban, amikor erre azért igazából megrendelése biztos, hogy nem érkezhetett. Amiért érdekes még a kályha téma, hogy a gyűjteményben nagyon sok kályhának a rajza, vázlata megtalálható, és egy másik kályha, ami valószínűleg főleg a lovas figura kapcsán összevethető, amit szintén az archívumból ismerünk, és szintén nem tudjuk, hogy hol található. És ami még érdekes, hogy Kovács Margit nagyon színesen és képekben beszélt, és főleg a ránk maradt levelekből, fogalmazványokból derül ki, és van egy olyan levelük, amit Acél Györgynek írt, és éppen egy lakodalmas képpel él a levélben. Egy német kiállításról van szó, amit nagyon nem szeretne megvalósítani, szeretné elhalasztani, és ezzel kapcsolatban írja Acél Györgynek. Föl vagyok kavarva, mint egy eladott mennyasszony, majd hosszasan taglalja az indokokat, hogy miért nem szeretné most ezt a kiállítást megvalósítani, és ezzel zár. Kérem, hát mondják meg a kérőnek, hogy most nem lehet lazítat,